aki hozzám hasonlóan a 90-es években nőtt fel, az gyerekkorában el volt árasztva minőségi mesékkel. Whose car is this, Eddie? Beats me! Where's Ed? Na de most felnőtt fejjel az jutott eszembe, hogy vajon melyik rajzfilm íróját érdekelték annyira az autók, hogy egy igazi márkát tegyen a hőse alá, és ezen kívül is ki volt annyira precíz, hogy ez még passzoljon is a karakteréhez. Sziasztok, Dani vagyok, és üdvözöllek titeket a Benzintemető csatornán. Lássunk hát, hogy gyermekkorunk mely hősei jártak igazi autóval. Ne feledjétek, hogyha tetszik a tartalom, akkor dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogy még sok hasonlót tudjak nektek csinálni. Kezdjünk is bele! Network mesével fogunk kezdeni, első alanyunk a bátor, a gyáva kutya lesz. A történet középpontjában egy ijedős lila kutya áll, akinek le kell küzdenie saját félelmeit, hogy részről részre megmenthesse családját. Hármuk teljesen elszigetelt és nomád életét követhetjük a sorozatban. A régi faházuk egy kietlen puszta közepén áll, amelyhez tökéletesen passzol az 1929-es Ford Model A pickup furgonjuk. Az említett Model A az első sorozatgyártású autó, a híres Ford T Model utódja volt, melyből valóban létezett furgonváltozat, valamint a zöld volt az egyik legnépszerűbb színe, így a készítők odafigyeltek a részletekre. Az említett autóból közel 5 millió példány gyártottak, és motorja mindössze 40 lóerős volt. A következő műsor a Pindur Pandúrok, amiben bizonyos Utónium professzor véletlen megalkott három szuperhős kislányt, akik aztán mindenféle kutyámajom gonosztevővel küzdenek óraszám. Felnőtt szemmel nézve inkább tűnik az egész sorozat három átlagos lány képzelgések, de most nem is ez a lényeg, hanem a megalkotójuk autója. Utónium professzornak jól mehetett a kis kocsfasztós biznisze a pincében, ugyanis egy nagyon ritka 1965-ös Avanti 2-vel járt. A fehér autó több évadban is feltűnik, sőt, még egy CGI promóciós anyagban az Avanti márkajelzést is meganimálták az elejére. Klassz kis részlet. Gondolom ez a márka legtöbb embernek ismeretlen, az Avanti az első videómban említett Studebaker egyik modelljének vadhajtása, melyet kezdetben egy 5,4 literes Chevrolet Block hajtott és 300 lóerős volt. Az előző mesét író és rendező Craig McRaken következő alkotása a Fosterék háza képzeletbeli barátoknak, amiben szintén belecsempészett egy kis csemegét. Az említett tárvaház tulajdonosa, aki egyébként egy idős hölgy, egy 1977-es Pontiac Firebird büszke tulajdonosa, ami egy klassz referencia a Smokey and the Bandit filmre. Listánk legrégebbi mesét szerintem mindenki ismeri, a Scooby-Doo autójának pontos típusát viszont nem hinné vagy sokan. A csapatszállító kisbusz egyszerű formája miatt több modellre is hajaz, de a rejtélyeket megoldó alakulat már 1969-ben feltűnt a tévéképernyőn, így az úgynevezett Mystery Machine-nek ennél mindenképp öregebbnek kell lennie. A legközelebbi találat az 1964-es Chevrolet Van. Igen, Van, mint kisbusz. Tényleg ez a nevet nem bonyolították túl. A sorozatban látott példány a legelső generáció legelső modelléhez tartozik, ami kapható volt 90 és 120 lóerős kivitelben is. Nyilván a teljesítménye mesében nem derül ki, de mivel a csapat 5 tagja együttesen simán nyom vagy 300 kg plusz súlyt az autóba, így remélhetőleg Fred a nagyobb 3,2 literes motorral rendelte a Verdát. Érdekes infó még, hogy az 1998-as teljes estés részben az akkora már visszavonult Fred egy életszerűbb 1997-es GMC Safari-val jár, valamint mind a három hivatalos filmes adaptációban más-más dobozost használnak. A Cartoon Network után a Fox Kids meséi következnek, amit sokan manapság már csak Jetix néven ismerhettek. Első témánkban egy kifejezetten lányoknak szánt műsorban találhatunk nagyon érdekes autókat.
A Totally Spies magyar címén a Született kémekben egy titkos ügynökség Daniel Craig helyett valamiért egy csapat tínédzsert bíz meg, hogy mentse meg a világot mindenféle bugyuta gonosztól, mint például ez a szánalmas molyember. Az említett cég a Whoop szolgálati autóflottájából a legfelismerhetőbb ez a Hummer H1, de többször feltűnnek 1995-ös Ford Taurusok is. Az igazi különlegesség viszont a cég vezetője Jerry autója. A francia fászol vége már önmagában egy rettentően ritka, gyönyörű V8-as kupé, viszont szereplőnk ki a kabrió változat, amiből az egész világon csak egyetlen darab létezik, és ez a valóságban is kék színű. Király részlet, ezt meg kell hagyni. Érdekes kapcsolat még, hogy később a Fészel autógyár a Volvo P1800-as motorját használta fel, mely autó szintén többször feltűnik a mesében. Említésre méltó még ez a keverék 996-os Porsche, aminek GT2 spoilere van, de a lökhárítója a turbo alapján lett mintázva. Kiemelném még ezt a 2003-as Mini Coopert, ezt a Messerschmittet és a Caterham Super 7 is vagány referencia. A végére még egy kis indokolatlan érdekesség, hogyha erre a fazolra ráteszek egy szemüveget, egy kis bajszot, meg egy lófarkat, akkor ez konkrétan Johnny Depp lesz, amint a bíróságon éppen Amber Heard ellen nyer. Jöhet a borítón szereplő autó, és a kérdés, ami engem már régóta foglalkoztatott, hogy mégis mi a fene az a Rambler, és tényleg ennyire rossz, vagy csak Louis apja túl spúr, hogy rendesen szervizelje. A Rambler márka önállóan csupán 1900 és 1914 között létezett, mert a kis céget 1916-ban a Nash Motors Company felvásárolta. A név legközelebb 1950-ben tűnt fel, amikor a Nash márka egy egész modellsorozatot mutatott be a Rambler jelvény alatt. Miután 1954-ben a Nash összeolvadt a Hudsonnel, amit az előző videómban is megemlítettem, a termékeik AMC néven futottak tovább, de a Rambler modelleket továbbra is megtartották, sőt, újra visszakapták a saját nevüket. Ki érti ezt? Tehát összefoglalva, a Rambler önálló márkaként kezdte 1900-ban, majd 1950-ben bukkant fel újra, már a Nash márka név alatt. 1954-ben az összevonás után már megint önálló márka lett belőle, de a nekünk most fontos darab 1958-ban jelent meg a nagyszerű Sedan márka név alatt. Andy Anderson autójának teljes temen Rambler Sedan, amit az AMC teljes temén az American Motors Corporation forgalmazott. Ki az a Corporation? Bunkó vagy Bugs? Sajnos mindössze 130 lóerős volt, amit egy 3,2 literes 6 hengeresből sajtolt ki, és mivel a szervizben nem volt hajlandó hordani, a gyakori technikai gondok megkeserítették saját és szerette életét. Ettől függetlenül Andy tipikusan az az arc volt, aki a megfelelő tudás hiányában megállás nélkül dicsérte a saját szarját. Johnson, Mordehai, gyertek barátaim, bemutatom a Ramblerömet! Biztos van nektek is ilyen ismerősötök. Úgy tűnik, valakinek hiányos a műveltsége. Az egyik részben titokban egy nagyobb pénzösszeget spórolt össze a családja, hogy lecseréljék az elhanyagolt csotrogányt, majd a következő jelenetben, amikor a szalomban keresik az utódot, ott már egy újabb 1960-as példány áll. Ismét egy nagyon igényes részlet a készítőktől. Az 1997-ben indult Oggy és a Schwab-bogarak mondhatni egy Tom és Jerry kópia, csak egerek helyett csótányokkal, viszont itt szinte minden autó egy igaziról lett mintázva. Ebben a történetben a főszereplő saját autó egy 1958-as Volkswagen bogár, bár az első lökhárítója már egy későbbi Beetle-ről származik, szóval tételezzük fel, hogy összetörte és ezt találta hozzá a bontóban. A kifejezetten csak egy-egy részben feltűnő autók listája viszont igen változatos. Van itt minden, Citroen, DS, Mercedes 300SM, Mini Cooper, Renault Twingo és még egy klassz BMW Isetta is. Gondolom a Mr. Bean sorozatban mindenki számára egyértelmű, hogy Rowan Atkinson egy minivel jár a mesében, és a filmben is egyaránt, viszont nem a Cooper variánssal, hanem egy korai darabbal. Ezeket az Austin és Morris miniket 1959 és 1984 között elég nehéz volt megkülönböztetni egymástól, de a műsorban a nagy hátsó lámpás modell szerepel, hosszú első emblémával, így ez egy 1969 és 1976 között gyártott Mark III-as variáns. Hál' Istennek Bean a nagyobbik 1000 köbcentis motorral vette az autót, így 38 lóerő állt rendelkezésére ezekhez a mutatványokhoz. Természetesen főellenségi autója és valódi darab, ő lenne a háromkerekű Reliant Regal Super Van.
Az epizódikus gyerekmesékből ezeket szerettem volna kiemelni, most pedig jöhetnek a felnőtteknek szánt animációk. A műfaj megalkotója a Simpson család csak úgy dúskál az igazi autókban. Kedvenc európai márkájuk a Mercedes, amiből rengeteg modellt felhasználtak az évadok során. Na de milyen autóval járnak a főszereplők? Furcsa mód, pont Homer és Marge Simpson autója az egyetlen, ami nem konkrét másolata egy létező darabnak. A rajongók Homer rózsaszín kocsijánál az 1973-as Plymouth Valiantra szoktak hivatkozni, ami már egy kihalt márka. A negyedik generációs Valiant hátulja szinte teljesen megegyezik, valamint az eleje is nagyon hasonló, így simán elfogadható a teória. Más piros kombia ugyanez a sztori, szintén egy 1973-as modell, viszont a Chevrolet palettájáról, ami a Chevrolet Station Wagon nevet viseli. Mit mondhatnék, egyik sem egy gyors autó. Ha már piros kombik, tudtok-e még két olyan mesét mondani, amiben pont ugyanilyen autók szerepelnek? Hát segítek! Még szép, hogy a Family Guy. Peter Griffin saját autója egy 1975-ös Ford LTD vagon, ami egy V8-as kombi, nem is kicsi, 6590 köbcentis motorral. Tippeljetek, hány lóerős volt? 300, 400? Hát sajnos ez már egy olajválság utáni V8-as, úgyhogy kemény 160. Természetesen a részek során néha más autó is a birtokába kerül, mint például ez az 1968-as Ford Mustang Fastback, vagy az az epizód, ahol komoly adósságot halmoz fel, mikor egy 1997-es Mercedes CLK-val lepi meg a családját. Sokat szerepeltetett autó még a család kedvence, Brian 2004-es második generációs Priusa, ami a sorozat elején még csak hajazott az említett autó formájára, a későbbi részekben viszont már egy az egyben az igazi Prius lett lemodellezve. Érdemes még megemlíteni a nőcsábász Kegmeyer 1957-es Chevrolet Bel Air kabrióját, valamint a Brian életét egyszer kioltó Mercedes E-klasse kupét, ami a két kerek kipufogója alapján a hathengeres variáns. Na és kié lenne a harmadik piros kombi? Hát a főszereplő családjája Bob Burger falodájában, ami Homerékhoz hasonlóan szintén egy Plymouth, de már egy későbbi 1976-os Volare, ami szintén elérhető volt a lusta V8-as motorral is. Az amerikai faterben ismét csak rengeteg pontosan kidolgozott igazi autó van, de a legnépszerűbb természetesen a családfő Stan 2002-es Ford Explorer-e, ami már az első rész óta majdnem mindegyik epizódban szerepel. Mivel ebben a mesében is benne van Seth MacFarlane, a Family Guy írójának keze, így egyszer még Kegmeyer Chevrolet-je is feltűnik, utalva ezzel a másik sorozatra. South Parkban is az idő haladtával sikerült egyre pontosabban lemodellezni a járműveket. Ki emlékszik még a sátán szülinapi Akura TSX-ére? Teljesen tehető Akura torta! Akura! De én Ferrari-t akartam! A Snob felhőket okozó Toyota Priusok seregére, vagy Ben Affleck Bentley-ére, amit a valóság ihletett. Hi Ben, olyan boldog vagyok, itt ülök a szexi kocsitban, miközben a hajamat lefújja a jeges szél! A főszereplők autóit sajnos ritkán mutatják, és általában epizódonként mással is járnak, így egy jó pár rész átnézése után egyedül Randy Marsh 2004-es Lexus RX 300-asát emelném ki, ami mellett több évadon át kitartott, igaz a színe néha még ennek is megváltozott. Az amerikai műsorok után nézzünk meg kettő Japánt is, amiben az egyik óriási hatást gyakorolt az autóbolondok közösségére. Az Initial D mangában egy fiatal tofofutár korai éveibe pillanthatunk bele, aki szeretett Toyota AE86-os korollájával a legjobb versenyzővé szeretne válni. Útja során rengeteg más GDM autó sofőrjével kell majd megküzdenie, melyeket nem csak tökéletesen rajzoltak meg a készítők, de még az eredeti hangjukat is felvették a jelenetekhez. A készítők szerint az említett Corolla nehéz kezelhetősége és nem kifejezetten sok ereje miatt tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnék elsajátítani a precíz vezetés minden fortéját, de pont ezen tulajdonságai miatt lesz hősünknek extrém nehéz dolga, ha el akarja érni a céljait. Egy 26 éve futó manga, a Konnan detektív egy fiatal nyomozó zseni kalandjait követi, akit egy kísérleti gyógyszerrel visszafiatalítottak gyerekké.
A sorozatban hemzsegnek a különleges kocsik, és itt nem csak a japánok. Temérdek Porsche és Mercedes mellett még Citroenekkel is találkozhatunk. Egy kis kikacsintást azért itt is találhatunk az előbb említett Initial D-re, de itt nem sárga, hanem fehér Mazda RX-7-est használnak referenciaként. Elérkeztünk utolsó fejezetünkhöz, remélem még itt vagytok velem, ugyanis szeretnék még nektek három teljes estés mesét bemutatni. A Karmok harca egy kifejezetten felnőtteknek készült német thriller, amiben egy új környékre költözött macska szemszögéből kísérhetünk figyelemmel egy nyomozós történetet. A mese a költözés pillanatával indít, ekkor láthatjuk először hősünket és gazdáját, aki egy 1962-es Citroen DS büszke tulajdonosa. Következő alanyunk az 1988-as Disney alkotás, az Oliver és társai, ami egy Twist Oliver adaptáció, és rendkívül klassz képet fest a 80-as évekbeli New Yorkról. Amúgy tipre erről az emberről mintázták Christian Bale karakterét az Amerikai Pszichóban. A készítők kiemelték, hogy egy cégtől sem kaptak pénzt reklámhirdetésekért, mégis rengeteg márkát jelenítettek meg a játékidőben, hogy igazán valósághülyen mutassák be a várost. Természetesen ebbe az automárkák is beletartoznak, így láthatunk több elképesztően jól kidolgozott amerikai verdát is, mint például Buick Century-t, Chevrolet Impalát, Cadillac Fleetwoodot, de a Volkswagen Bugár is visszatérő vendég lesz. A fő ellenség autója kapta a legnagyobb szerepet, mint státuszszimbólum, ami egy 1977-es Lincoln Continental Mark 3-as. Nézzétek meg, még a belsőjét is milyen szépen megrajzolták, a rengeteg részlet között még a háromsebességes automata váltó is stimmel. Ismétlem, 35 évvel ezelőtt. Az utolsó mese az IMDb csúcsán pihenő Chihiro csodaországban, ahol a címben szereplő kislány apukájának Audi A4-esét veszik górcső alá. Amit egyből kiszúrhattok, hogy a japán rendszám ellenére mégis balkormányos az autó. Ez egy nagyon precíz kis részlet a készítőktől, ugyanis a Szigetországban az európai autókat előszeretettel választják, csak azért is balkormányosban, a jobb súlyelosztás és a magasabb presztízs érdekében. A család autója még a facelift előtti 1997-es modell, így a dupla egyenes kipufogója alapján egy 6 hengeres benzines, tipre 2,8 literes, 193 lóerős változat, de a legfontosabb tulajdonságot átengedem a tulajnak. Komolyan eltévedtünk? Nincs baj, a négy kerék meghajtás bírja. Chihiro, ülj le ki! Bírta. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, én imádom, amikor ilyen apróságokra is odafigyelnek az írók. Az apa egyszer csak benyígő, hogy ne féljetek, ez egy kvátró, hatalmas pillanat. Szeretném megköszönni nektek, hogy ismét velem tartottatok a videó végéig, remélem lekötött titeket ez az egyedi téma. Ha igen, kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ha van még ötletetek, hogy melyik mesehős igazi autóját hagytam le a listáról, ne habozzatok megírni. Sziasztok!